Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Nevetséges és szánalmas politikai provokáció a hvg.hu vasárnap esti cikke, amely plágium gyanú Semmilyen Zsolt doktoria körül címmel jelent meg. Ezt nyilatkozta még vasárnap este frissiben Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője. Aztán a hvg.hu cikke a parlamentben is napirendre került, KDNP-s politikusok védték meg Semmilyen Zsoltot, nem Semmilyen Zsolt saját magát. Rétvári Bence azt mondta, hogy igen, látható, tapintható, ma is jelen van a keresztények elleni támadás, a keresztény üldözés. Pálfi István pedig azt mondta, hogy összehangolt támadás a katolikusok ellen és az egész kereszténység ellen. Gavra Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát nem tudom, hogy pont erre számította, hogy ezt kapják válaszul, hogy az egész kereszténységet támadták így be ezáltal, vagy csak úgy szimplán arra gondolt, hogy jogi útra terelik majd, és ez lesz a közleményekben és a kommunikációban? Hát, tekintettel arra, hogy nem látjuk úgy, hogy megtámadtuk volna a kereszténységet, ezért persze ez meglepett, de igazából a politikusi fantázia szárnyalhat szabadon, tehát én azt gondolom, hogy akár Pálfi képviselő úrnak, akár Rétvári államtitkár úrnak joga van a véleményéhez. Ja, teljesen igazán mindannyiunknak joga van a véleményéhez. Van. Csak hát ez egy kicsit azt sugallja, ennyi szóval kicsit, hogyha valaki Semmilyen Zsoltot kritizálja, támadja, most mindegy is, hogy alaposan, alaptalanul, jogosan vagy jog nélkül, tehát hogyha Semmilyen Zsoltot kritizálja valaki, akkor az a kereszténység elleni támadás, tehát Semmilyen Zsolt azonos lenne a kereszténységgel, mert számomra ez a mondat ezt jelenti. Hát egy kicsit zavarban vagyok ettől a kérdéstől, mert én nyilván nem tudom azt megmagyarázni, hogy a Pálfi képviselő úr és Rétvári államtitkár úr miért azonosítja a Semmilyen miniszterelnök helyettes úr ügyét a kereszténység ügyével. Én nagyon remélem, azt hiszem, hogy ez a kereszténység szempontjából is egy fontos kérdés, hogy ez nem így van. Na hát akkor nézzük ennél kisebb vádat, azt, hogy ez hazugság és támadás, és de nem keresztények elleni, hanem személy elleni, meg politikai támadás, ezért aztán jogi felelősséget vállalnia kell a hvg.hu-nak, ez már a miniszterelnöki sajtója. És mindenkinek, aki átveszi ezeket az állításokat, amiket mi tettünk. Hát igazából hasonlít is, meg nem is a Schmidt-Pál dolgozatához, illetve az azzal kapcsolatos ügyhöz, mert itt azért bőséges irodalomjegyzék van, tehát azokat a műveket Schmidt-Pál Semmilyen Zsolt felsorolja, amelyekből dolgozott. Itt összesen, ami kivetnivaló az, hogy a terjedelmes fordítás, másolás, ez nincs idézőjelbe. Ez már kimeríti a plágiumot? Nézzük meg szerintem ezeket a különbségeket a két ügy között. Arra is tekintettel, hogy azt hiszem, hogy a Schmidt-Pál körüli plágium ügy, az, ahol már lehet plágium ügyet emlegetni, hiszen az egyetem megfelelő szervei megállapították a plágium tényét. Semmilyen Zsolt esetében ilyenről nincs szó. Tényleg, bocsánat, a pert azt elindította a köztársasági elnök? Ki ellen? Hát volt szó, hogy önök ellen is, meg aztán az egyetem ellen is. Nem indított semmit. És az egyetem ellen? Én arról se hallottam. Nem tudok erről, hogy itt mi a helyzet. De hát ugye az két rajtunk kívülálló félnek az ügye. Tehát ellenünk nem indított semmit. Tehát a különbségekről néhány szóval, tehát ez, amit Semmilyen Zsolt előállított, kiadott a kezéből 1991-ben, illetve egy évvel később szociológián. Ezeket bátran nevezhetjük dolgozatoknak. Ez nem mondható el Schmidt-Pál 1992-es kis doktoriáról. Tehát ezek tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy igényes művek. Viszonylag jelentős részük, ugye erről mi azt állítottuk, hogy a mi összesítésünk szerint közel 40%-a ennek a bizonyos 1991-es értekezésnek. Ez egy összesen 147 oldalas értekezésről van szó. Tehát ennek nagyjából 40%-a, ez nem vagy nem megfelelő jelölve átvétel különböző művekből, többek között a Méltán népszerű öt világvallás című
hát fogalmazunk így, hogy minden bölcsészhallgató szobájában vagy könyvespolcán megfordult kézikönyvből. De ő például ezt a könyvet fel is tünteti az irodalom jegyzékben. Tehát itt, ami aggályos, az az, hogy nincs idézőjelbe rakva, amikor ebből, vagy más tanulmányból, vagy más könyvből felhasznál részeket. Ebben viszont, ha már azt kérdezte, hogy a hasonlóságok Schmidt Pál és Semjén Zsolt dolgozatai között, akkor ez viszont egy hasonlóság. Tehát Schmidt Pál a jelentős részét az általa úgymond felhasznált irodalmaknak szintén feltüntette az irodalmi jegyzékben, majd sehol máshol. Uh-huh. Ami a Semjén Zsoltnak az 1991-es teológiai értekezését illeti, ott el kell különíteni, vagy hát érdemes elkülöníteni azokat az átvételeket, ahol ugyan hosszan, akár több oldalon keresztül tartanak az idézetek, de ezek idézőjelben vannak és lábjegyzetben hivatkozva. Ez a dolgozatnak nagyjából a 25%-át teszi ki, és azokat a részeket, ahol ilyen egyértelmű jelölés nincsen, erről beszélek, amikor a közel 40%-ra. Aztán van még a szociológia szakon ért diplomamunkája, az pedig a saját doktoriának az átvétele? Egy jelentős részben, igen. De ugyanúgy ezek a kötetek, ezek a tanulmányok szerepelnek benne forrásmunkaként, vagy szerepel a saját doktoria benne forrásmunkaként? Itt egy igen jelentős átfedésről van szó, tehát jóval több, mint tehát túlnyomó részbeni átfedésről van szó. És ugye itt, ami még érdekes, az az, hogy tekintettel arra, hogy az eredeti disszertációnak, ahogy említettem, az igen jelentős része az más szövegeknek, magyar és nem magyar nyelvű szövegeknek az átvétele. Ezek átkerültek, ezeknek egy része átkerült, tehát ami a terjedelmi korlátok közé belefért, mert nagyjából azért talán egy a háromhoz a két dolgozat mennyiségi aránya. Tehát ezek ugyanúgy átemelődtek ebbe a bizonyos 1992-es szociológiai dolgozatba. Az, hogy Schmidt Pál, de most, ha magát meglátom, akkor mindig Schmidt Pált mondok. Szóval ez sem nagyon megtisztelő. Nekem nagyon jól esik. Hogy Semjén Zsolt nem szerepelteti az önéletrajzi adataiban azt, hogy tudna németül, hogyha mondjuk ebben a doktori disszertáció elkészítésében valakinek is segítkezett, és lefordította a műveket németre, akkor az is aggályos, vagy azt is fel kellett volna tüntetni a szerzőtársa? Mi nem állítjuk, tehát azért itt legyen egyértelmű, és ezt elmondta annak idején, amikor Schmidt Pállal kapcsolatban beszélgettünk ugyanitt, hogy az tőlünk nagyon távol áll, hogy mi pálcát törjünk bárki fölött, és azt mondjuk, hogy az illető plagizált és pont, ugyanis megvannak azok a tudományos testületek, vagy akár, hogyha úgy adódik, mint ahogy legalábbis Schmidt Pál annak ér azt mondta, hogy ő bírósághoz fordul az igazának a védelmében, megvannak az illetékes szervek arra, hogy ezeket a dolgokat eldöntsék. Mi nem vagyunk se hatóság, se bíróság, se tudományos testület. Csak, tehát látnak, kérdéseket tudunk feltenni, illetve azok alapján azok alapján a számunkra bizonyítottnak tűnő adatok alapján, amelyeket ezekben a dolgozatokban látunk, illetve felfedeztünk, meg tudunk fogalmazni állításokat, de nem véletlen, hogy igyekszünk nem túlmenni azon a határon, hogy itt gyanút fogalmazzunk meg, hiszen, még egyszer mondom, nem vagyunk kompetensek arra, hogy ezügyben ítéletet mondjuk, vagy pálcát törjük meg, hát kik vagyunk mi ehhez. Az akkreditációs bizottság volt elnöke nyilatkozott nekünk, és ő azt mondta, hogy akár saját hatáskörben is indíthat egy ilyen gyanú kapcsán az egyetem vizsgálatot, de bejelentésre pedig abszolút vizsgálatot kell indítania. Tesznek bejelentést, vagy ezzel nem foglalkoznak? Mi abból indulunk ki, és ez megint csak a két ügy közötti hasonlóság, legalábbis a mi oldalunkról, hogy mi nem
tehát nem csak hatóságnak nem képzeljük magunkat, hanem nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy nekünk nyomást kéne gyakorolnunk bármely oktatási intézményre, ahogy annak idején is igyekeztünk nem nyomást gyakorolni a Semmelweis Egyetemre, azért, hogy korrektül vizsgálják ki Schmidt Pál ügyét. Akkor ez a hogy mondjam, önmérséklet, ez bevált, hiszen a Semmelweis Egyetem végül is szerintünk egy korrekt vizsgálatot folytatott le. Schmidt Pál ezt egy picit másképp látja, tehát ő azt mondja, hogy őt nem hallgatták meg ennek a vizsgálatnak a során, illetve végül a szenátus nem hallgatta meg, a bizottság meghallgatta, és ő, ha jól értem, ilyen formai okokból szeretné újra játszani ezt az egész egyetemen belüli vizsgálatot. Én nem gondolom, hogy nekünk most akár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, akár az ELTÉ-t ez ügyben sürgetnünk kéne, vagy nyomás alá kéne helyeznünk. A legteljesebb mértékig jó hiszeműek vagyunk mind a két intézménnyel szemben. A Semmelweis Egyetem eljárása nyomán nincs okunk kételkedni ebben a jó hiszeműségben, de annál is inkább, mivel azt gondoljuk, hogy mind a két oktatási intézménynek érdeke az, hogy a falai között adott esetben akár az egyetem jó hiszeműsége mellett is elkövetett esetleges visszaéléseket, és most én igyekeztem óvatosan fogalmazni, maximálisan és alaposan kivizsgálják. Hát, hogy a gyanú árnyéka sem. Hát akkor biztos lesz még folytatása. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm.